Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, ez a Túri Objektív című műsor. A mai vendégem pedig Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és bokros teendői között ellátogatott hozzánk. Nagy örömmel jöttem itt a Mezőtúri Televízió nézőket, én is köszöntöm. A beszélgetésünket kezdjük talán a területi operatív program pályázataival. Ezek részben jelentenek útfelújításokat, energetikai fejlesztéseket, csatornázást, és amikor márciusban legutóbb itt járt nálunk, akkor azt ígérte, azt jósolta, hogy a munkálatok szeptemberre már el is kezdődhetnek. Ez így lett? Hát vannak, amik már elkezdődtek, természetesen az útfelújításokból már Főrgét Mezőtúr térségében volt két, azaz két és fél út, amit már át is adhattunk, ezek már folynak. A többi résznél 90%-ban már kilettek hirdetve a győztes pályázók, 80%-ában pedig már az önkormányzatok számláján vannak a megítélt összegek, tehát most már az önkormányzatoknál van a labda, ami azt jelenti, hogy a terveket, engedélyezés kiviteli terveket el kell készíteni, utána meg kell hirdetni a közbeszerzést, amikor győztes hirdettek, utána pedig kezdődik a munka. Ez sem egyszerű feladat, de ez már egy sinem van, és most már ilyen már a megvalósítás felé mennek. Szerintem komoly beruházások várhatók már az év végén is, de a jövő évben, egész évben fel lesz durva szinte minden település, minden településen nagyon sok megújuló program lesz. Az iskoláknál, a Kléberber intézet nagyon sok iskolát újít fel, itt a térségben is, és hát természetesen az intézmények, utak, település szerkezetek jövő év a munkáról fog szólni, de nem csak a jövő év, a 18 és a 19 év a munkáról és a beruházásokról fognak folyni. Én azt gondolom, hogy időarányosan jól állunk, a pályázatok ki lettek írva, meg lettek hirdetve, győztesek lettek hirdetve, és hát örülök annak, hogy amiben megegyeztünk a településekkel, az úgy is lett. Hiszen mindenkitől, még a legelején a településvezetőktől, az önkormányzatoktól önmérsékletet kértünk, hiszen arra is kellett vigyázni, hogy a többi településnek is jusson pénz. Tehát egyik település a másik rovására ne pályázzon, hiszen az 53,5 milliárdos keret az kötött volt. Igyekeztünk teljes mértékben felhasználni, ez sikerül is, de arra is kell figyelni, hogy akár a jobban lobbizó, jobban pályázó település ne vigye el a másik településtől ezeket a forrásokat, mindenkinek jusson, nagyjából lakosság arányosan, és hát arra is figyeltünk, hogy a megyéről tudni kell azt, hogy a járság gazdaságilag, iparilag fejlettebb itt a megyében. És hát itt sajnos a megye keleti része, mivel Mezőtúr is beletartozik, de elmondhatjuk, hogy Tiszafüred, Karcag, Túrkeve, Mezőtúr, Kunszentmártor, ez a megye keleti része fejletlenebb. Ide 10%-kal több fejlesztési pénzt irányoztunk elő, és ezek a pályázatok is így lettek, és hát remélem, hogy ez is segít majd a felzárkózásban. Kiemelne esetleg néhány fontosabb beruházást? Akár nem csak a nagyobb városokból. Hát persze, hát ipari park fejlesztések is történtek, és hát ami az egyik legfontosabb, ami most kerül bejelentésre, a túrkevei beruházás, amelyik több mint 400 embert fog foglalkoztatni. Ez abból a szempontból nagyon jó, hogy egy kicsit megpezsdíti a munkaerőpiacot itt a térségben, hiszen megindul egy kicsit a bérverseny is, mert most már nem csak azt kell célul kitűzni, hogy mindenkinek legyen munkája, aki dolgozik, hanem aki dolgozik, annak jól megfizetett munkája legyen, tehát a cégek versenyezzenek egymással, hogy mindenki versenyezzen a munkaerőért, hogy többet fizessen, tehát beindul egy bérverseny, és egy kicsit növekednek itt is a bérek, mert eddig az a helyzet, hogy persze hát el lehet helyezkedni, de nem mindegy, hogy mennyit fizetnek a cégek. Én azt gondolom, hogy most a térségbe is beindul ez a verseny, és egyre nagyobb fizetésért tudnak a dolgozók elhelyezkedni, és nem is csak az a cél, hogy mindenki dolgozzon, aki akar,
Mert én azt mondom, hogy mindenki dolgozzon, aki képes dolgozni. Ne akarat kérdése legyen a munkahely választás és a munkavégzés, hanem aki képes egészségügyileg, mentálisan képes arra, hogy dolgozzon, itt Magyarországon mindenkinek dolgozni kell. Erre a közmunka program is jó. Olvastam az egyik bejegyzésében, hogy örömmel tapasztalta, hogy csökkent a munkanélküliség aránya a megyében, de hozzátette, hogy azért ehhez a közfoglalkoztatás jó részt járul hozzá. Akkor kijelenthetjük, hogy ez a program abszolút hasznos? Igen, hát volt egy olyan elképzelés akár 10-15 évvel ezelőtt, hogy akinek nincs munkája, az kapja a segélyt és ülhet otthon. Amikor 2010-ben az Orbán kormány elkezdte a működését, akkor azt mondta, hogy nincs olyan, hogy valakinek otthon ül és úgy kapja a segélyt, hanem valami hasznos munkát kell végezni, mert soha nem fog visszakerülni a munkaerőpiacra. A közmunka, a közfoglalkoztatás ennek volt a célja, ezért volt kitűzve, és azt gondolom, hogy beváltotta hozzáfűző reményt, mert most már egyre jobban csökken a közfoglalkoztatottak aránya. És nem azért csökken a közfoglalkoztatottak aránya, mert a kormány azt mondja, hogy most már kevesebb közmunkásra van szükség, hanem ezek az emberek elmennek a szabad munkaerőpiacra. És most már csak szinte azok vannak ott, akik még nem tudtak elhelyezkedni, de én beszélgettem polgármesterekkel, akik közmunkákat szerveznek, egyre nehezebb feltölteni már a csökkenő állományt is, tehát egyre kevesebb közmunkás van. Én azt gondolom, hogy hozzáfűzött reményt mindenképpen beváltotta, és a kevesebb közmunkás egyszer el fog fogyni, már csak azok lesznek akár néhány éven belül közmunkások, akiknek tényleg kicsit szociális foglalkoztatás kell, mert soha nem fognak tudni elhelyezkedni a szabad munkaerő piacon. Ez az irány most már látható is, és most már a cégek is versenyeznek a dolgozókért. Egy hamarosan nyitó gyógyszergyár révén pedig Szolnokon is 60 új munkahely létesülhet. Erről esetleg mesélne nekünk egy kicsit bővebben? Így van. Múlt héten volt a Béres gyógyszergyárnak az avatása, itt volt Orbán Viktor miniszterelnök úr is. Ez egy nagyon fontos, innovatív cég itt Jászlikon Szolnok megyében, hiszen nem csak a minimálbér, nem csak a képzetlen emberek foglalkoztatásával foglalkozik, hanem nagy hozzáadott értéket termel a magyar gazdaság számára, és itt a megyének is. És minden fejlesztés nagyon jó, hiszen Magyarországnak kevés olyan árucikke van, amivel a világpiacon el tud lépni, amit meg tudunk mutatni a világnak, ilyen a gyógyszergyártás is, hiszen a magyar gyógyszerek a világ minden táján megtalálhatók. Én csak saját példámból láttam, amikor én külföldön tanultam, elmentünk az egyik ismerőshöz, és örömmel tapasztaltam, hogy az ő házi patikájának legalább a fele magyar gyártású gyógyszerekből állt, és hát ezt mindenképpen meg kell őrizni. És arra kell törekedni, hogy minél több magas hozzáadott értékű cég jöjjön ide a megyében, hiszen ezek magasabb fizetést tudnak fizetni, és mindenképpen igyekeznek képzettebb szakembereket felvenni. És hogyha nem is tudnak képzettebb szakembert felvenni, akkor ők képzik ezeket a szakembereket, ez mindenképpen jó mindannyiunknak. Esetleg tud arról, hogy fognak még hasonló cégek ide települni? Így van, nagyon sok tárgyalás van, és hát nekem mindig fájdalmam volt, hogy az elmúlt 25 évben mindig az volt, hogy Nyugat-Dunántúlra mentek a cégek, és hát majd vártuk arra, hogy majd jönnek ide Kelet-Magyarországra is, elkezdtek Kelet-Magyarország irányába jönni, eljutottak Kecskemétig, eljutottak Szolnokig, vártuk azt, hogy akkor most itt a Jászlikon-Szolnok megye keleti felében is megjelennek ezek a cégek, és hopp, átugrottak rajtunk, és Debrecenbe és Nyíregyházán jelentek meg. Most azt látom, hogy egyre több érdeklődés van arra, hogy Jászlikon-Szolnok megyében, és nem csak a megyében, mert nem csak a Jászságból és Szolnok környékére, hanem ide a megye keleti részére is jöjjenek ezek a cégek, több tárgyalás van. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban egy fellendülés lesz ebbe a térségbe, a megye keleti részén, és ez nagyban hozzájárul az is, hogy a fejlesztések, infrastruktúrális fejlesztések is meg fognak indulni uniós forrásból és hazai forrásból itt a megye keleti részén. Az embereket az út felújítások is mindig nagyon foglalkoztatják, hiszen rohanó világban élünk, autóval közlekedünk. Most ezzel kapcsolatban milyen felújítások várhatóak? Ebben az évben már lesznek olyan szakaszok a 4-es,
úton, amik Budapesttől Ceglédig elérnek. Én tegnap néztem meg ezt a szakaszt, vannak, amikor már a korlátok fent vannak, már a festések is fenn vannak, kicsi hiányzó részek vannak, ez jövő évben átadásra kerül, utána való évben a kormányhatározat alapján meg fog épülni a Abony fegyvernek közötti négypályás rész, és utána bízunk benne, hogy 2020-tól pedig jön a keleti irányba is. Nagyon fontos lesz, hiszen a négyes terhelése nem csak abból fog csökkenni, a négyes autóút terhelése, hogy megépül a négysávos út fegyvernektől, hanem megépül az autópálya szakasz a határtól Berettyóújfaluig. És az a nagy mennyiségű román rendszámú, vagy Romániából közlekedő kamion és személyautó már nem ezen az útszakaszon fog menni, hanem Berettyóújfalutól fel fog Debrecen irányába a hármas autópályára érni, és ez nagyban csökkenti a Jászlajkun-Szolnok megyei utak terhelését is. De mindenképpen nem csak a négyes útra kell koncentrálni, hiszen az alsóbrendű utak is olyan állapotban vannak, ami 15-20, van, hogy 30 éves lemaradást kell pótolni. Van olyan út Jászlajkun-Szolnok megyébe, ami 40 évvel ezelőtt lett teljesen felújítva. Minden évben meg szoktuk jegyezni, hogy ez a legöregebb utunk. Nagy hátrány kell ledolgozni, minden évben egyre több pénz van az utak felújítására, de hát ez akkora kás a hegy, mire átrágjuk rajta magunkat, kezdhetjük újból. Említette már az oktatási intézmények rekonstrukcióját, felújítását a térségben. 3 milliárd forintos összegről beszélhetünk, ez egészen rendkívüli. Hogyan sikerült hozzájutnunk ehhez az összeghez? Hát úgy, hogy a kormány látta azt, több lépés van. Egy, a magyar gazdaság jobban teljesít, nagyobbak az adóbevételek, növekszik a GDP, és ilyenkor, amikor több bevétel van, akkor olyan dolgokra is kell fordítani, ami nagyon fontos. Kell fordítani az egészségügyre, kell fordítani az oktatásra, és hát természetesen bízom benne, hogy ebben az évben még akár a nyugdíjak emelésére is sor kerülhet, és hát a piac diktálja azt, hogy a bérek emelése is folyamatos. Tehát egy felívelő szakaszban azokat a lemaradásokat, ami évtizedek alatt felhalmozódtak, hiszen kórházak, egészségügyi intézmények felújítására nagy szükség van, bölcsödék, óvodák és az iskolák felújítására is. És ez a 3 milliárd forint, én próbáltam visszakeresni emlékeimbe, hogy mikor volt itt a térségben iskola felújításra ilyen összeg, de nem találtam. Mindig voltak ilyen 50-100 millió forintos festés, nyílászáró cserék, de ekkora átfogó felújítás ilyenre nem volt példa, és ezzel sem értünk a feladat végére, hiszen legalább még egy ilyen csomag kell, hogy a kimaradó intézmények is felújításra kerüljenek, és hát van még egy rakás elmaradás, amit mindenképpen be kell pótolni. Ezt akartam is mondani, nagy az összeg, de nyilván sok intézmény is vár rá. Törökszent Miklós és Karcag kapták a legnagyobb pályázati pénzt. Miért pont ezek az intézmények? Hát ez úgy tűnik, hogy Törökszent Miklós és Karcag, de a Kléberberg intézetnek a központja a Karcagon van, és úgy tűnik, mint hogy a Karcag kapta volna, de nem Karcag kapta meg, hanem a karcagi központú intézmény, aminek Turkevétől Törökszent Miklósig a környéken nagyon sok intézménye van, és igazából ez tanuló és lakosság arányosan kerültek ezek az összegek felosztásra, tehát nem egy város kapta meg, hanem oda lett könyvelve, ahol a központ van, de minden iskola, minden település iskoláiba jutott komoly összeg, és én azt látom, hogy arányosan jutottak, és hát a olyan helyzetben lévő intézmények, amik a legrosszabb állapotban vannak, hiszen ahogy már említettem, évtizedes hátrány kell dolgoznunk. Akkor köszönöm szépen, most már számomra is tisztázódott ez a kérdés. Hogyan látja az oktatás színvonalát most, és mit gondol, hogy a felújítások fognak-e valamit ezen változtatni? Hát sokat beszélünk az oktatás színvonaláról, hogy most romlik, most javul, hogy milyen a helyzet, nem lehet elvonatkoztatni a gyermekanyagtól sem. Hogy milyen típusú gyermekek kerülnek bele az oktatásba, a közoktatásba. Akár 20 évvel ezelőtt, hogy elment az ember egy szakmunkás képző intézménybe, akkor az ottani gyerekek egy legalább közepes átlagú tanulmányi eredménnyel kerültek be.
Most pedig olyan hátrányos helyzetű gyerekekkel vannak tele a szakmunkás képzők, akiknek komoly tanulási problémái vannak, tehát ez új feladatot állít a pedagógusok elé. Másabb világban élünk, több gyakorlati oktatás kell ezeknek a gyerekeknek, és én azt gondolom, hogy a pedagógusok mindent megtesznek, erőn felül is, hogy a gyerekanyagból kihozzák a magyar gyerekanyagból a legjobbat. Én azt látom, hogy nem vagyunk elmaradva, hiszen világbajnokságokon, ami tanulmányi világbajnokságon, matematika, fizika, kémia, a magyar diákok hozzák ezeket az eredményeket. Arra is kell figyelni, hogy a leszakadó lévő gyerekeket is fel tudjuk zárkóztatni. Új kihívások, új feladat, de azt látom, hogy a magyar oktatás hozza azt a színvonalat, ami elvárható Magyarországtól. A környező országokhoz képest a magyar oktatás színvonala kimagasló, és én azt gondolom, hogy meg is fogja állni a helyét, és hát ami fontos, meg kell adni azokat az eszközöket is, ami az oktatáshoz kellenek. Hiszen a 21. században már egy fiatal számítógéppel, okostelefonnal bánik, ismeri az internetet, a világhálót, olyan ismeretekkel rendelkezik, és olyan impulzusok érik, hogy fel kell zárkózni az oktatásnak is ezekhez a dolgokhoz. 21. századi fiataljait 21. századi eszközökkel kell oktatni, és igyekszik a kormányzat, és igyekszik a megye is megadni minden lehetőséget, hogy fel tudjunk ehhez zárkózni. És az általános magyar oktatáson belül a térség oktatását hogyan jellemezni? Nem lehet elvonatkoztatni. Nem lehet elvonatkoztatni, így van. De azt látom, hogy vannak olyan tradicionális intézmények, akik szigetként vagy világító toronyként tudják biztosítani itt az oktatás magas színvonalát. Nem kell itt elmenni messzire, Mezőtúron is olyan református gimnázium van, amely országosan ismert, és én azt gondolom, hogy egyre nagyobb feladat hárul ezekre az intézményekre, hiszen példát kell mutatni, utat kell mutatni, és hát vissza kell szerezni a térségnek azt a régi fényét, azt a régi hírét, ami eddig volt. Én azt látom, hogy ezek az intézmények erőn felül teljesítenek. Most már itt a Mezőtúri Református Gimnáziumnak is több lépcsőbe felújítása történt. Tavaly voltam a könyvtárterem felújítására, ami azt mondom, hogy bárhol a világon megállja a helyét, és hogyha valakinek azt mondják, hogy ez egy alföldi középvárosban van, el se hiszi, hiszen látszik az, hogy a múlt is gazdag volt, de bízom benne, hogy a jövő is ugyanilyen gazdag lesz, ebbe a jelenbe kell dolgoznunk ezért. Mondjuk mi az az időintervallum, a régi fényt emlegeti, milyen időintervallumra satszolná? Én azt látom, hogy minden évben most már tudunk előrelépni. Én úgy nőttem fel, vagy úgy felnőtt életem, de már a gyerekkorom nagy része is úgy volt, hogy hát most idén rosszabb, de majd talán jövőre, vagy azután jobb lesz. Most azt lehet látni, hogy ebben az évben jobb, mint amilyen tavaly volt. És a jövő év is jobb lesz, mint az idei. Tehát most egy felívelő szakaszban van a magyar gazdaság, és ki kell használni azokat a lehetőséget, itt Mezőtúr környékén is, hogy erre a hullámra felkapaszkodjunk, meg kell ragadni azokat a lehetőségeket, alkalmakat, helyzeteket, hogy a fejlődésbe be tudjon kapcsolódni ez a térség is, és én azt mondom, látom, hogy néhány éven belül, de akár meg is haladhatjuk azokat a gazdasági, azokat a kulturális lehetőségek, amik eddig voltak. Olyan 10-15-20 évünk van, remélem több is, amiben folyamatos lesz Magyarország fejlődése. Az oktatás mellett az egészségügyet is emlegette. Na ezzel mi a helyzet? Hát az egészségügy vissza kellett hozni az egészségügyet a szakadék széléről, hogyha emlékeznek rá, és a Mezőtúri televízió nézők bizonyára emlékeznek rá, amikor néhány évvel ezelőtt arról szóltak a hírek, hogy most megmarad-e a Mezőtúri kórház, bezárják-e, szükség van-e. Én láttam még a Gyurcsány kormány idején olyan egészségügyi térképeket, ahol a magyar egészségügyi intézmények voltak feltüntetve, és azon sem a Mezőtúri, sem a Karcagi kórház nem létezett. Debrecen és Szolnok között egyetlen egy kórházat sem tüntettek fel. Ehhez képest azt látjuk, hogy minden évben vannak eszközfelújítások, épületfelújítások, Mezőtúron felújításra került tavaly előtt a mentőállomás, tehát a folyamatos fejlődésről tudunk beszámolni, és nem arról az időszakról, amikor az volt, hogy most szükség van-e Mezőtúra,
kórházra nincs szükség, ha mezőtúron valaki beteg lesz, akkor egyből Szolnokra kell bevinni. Tehát azt látom, hogy stabilizálódott a helyzet, és a folyamatos fejlődés folytatódik is, és hát nem az a vészterhes időszak van, mint ami néhány évvel ezelőtt, hogy egyáltalán lehet-e mezőtúrnak kórháza. A megyei közgyűlés az idei évben is elismerésben részesítette azokat, akik az élet valamely területén kiemelkedően teljesítenek itt a megyében. Mennyire volt nehéz idén odaítélni a díjakat, eldönteni azt, hogy erre most ki érdemes lenni? Ez minden évben nagyon nehéz, hiszen nagyon sok javaslat érkezik be a megyéhez. Nagyon sok kitűnő díjra érdemes ember, és mindig a bőség zavarával küszködünk, hogy egy díjra 4-5-6 komoly életművel rendelkező jelölt van, és ebből nagyon nehéz kiválasztani azt, hogy ki legyen az, akit abban az évben kitüntetünk. Hosszadalmas viták szoktak erről szólni, de mindig jók ezek a viták, hiszen felhívják a mi figyelmünket is arra, hogy mennyi értékes ember van, és mennyi értékes teljesítmény itt Jászlajkun-Szolnok megyében, és hát jó kitüntetni is ezeket az embereket, hiszen ezek az emberek munkájukkal, életükkel, tevékenységükkel példát mutatnak mindannyiunk számára. Megmutatják azt, hogy ha azt mondjuk, hogy egy nehéz sorsú vidék, vagy egy gazdaságilag nem túl erős megyében, mégis vannak olyan teljesítmények, akár az oktatás, a kultúra, a tudomány, a gazdaság területén, ami megállja a helyét az egész országba. És hát van mire büszkéknek lennünk, és azt gondolom, hogy számunkra, egyszerű megyei lakosoknak nagyobb szükségünk van ezeknek a díjaknak az odaítélésére, mint talán azoknak, akik a díjat megkapják, hiszen nekünk is nagy támasz és segítség az, hogy vannak kiemelkedő nagyformátumú egyéniségek köztünk is, akik nagy teljesítményre képesek. És jó ezt látni, hogy erős a közösségünk. Illetve azt látni talán, hogy ő meglepődik ezen, hogy ő nem is vár a munkájáért semmiféle elismerést, ugye? Általában azok az emberek, akik nagy teljesítményre képesek és nagy teljesítményt tudnak létrehozni, általában ezek szerény emberek. És ha valaki egy nagy teljesítményt, egy életművet létrehoz, az észre se veszi, hogy ő valami nagyot tett, és nem azért, nem a kitüntetésért, nem a díjazásért teszi ezt. De hát mindenkinek jól esik az, hogyha a saját közössége, azok az emberek ismerik el a munkáját, akikkel minden nap együtt él, akik együtt látják, és hát persze, hát nagyon szép és felemelők ezek az ünnepek, hiszen nagy teljesítménnyel rendelkező, nagyon szerény embereket szoktunk kitüntetni, és hát jó látni azt, hogy nem csak a kitüntetettek örülnek, hanem a közösségük is örül. Az ismerősök, a barátok, a rokonok, a kollégák, ők is örülnek az ilyen kitüntetéseknek. A megyei közgyűlés egy hosszabb kimaradás után, hiszen ha jól tudom, nyáron nem üléseztek, most pénteken újra összegyűl. Sok a megbeszélendő kérdés? Hát nagyon sok, hiszen felgyűltek a dolgok. Augusztusban volt az ünnepi közgyűlés, augusztus 25-én, amikor a díjak átadásra kerültek, és most 29-én, most pénteken, nem tudom mikor kerül adásba a műsor, de 29-én lesz a közgyűlés, és ilyenkor halmozódnak fel a feladatok, hiszen a területi operatív programokból felhalmozódó feladatok, különböző beszámolók vannak, hiszen a Szolnoki járási hivatal most számol be, a gyámhivatal most számol be a munkájáról, és hát ilyenkor el kell végezni a nyáron felgyűlt feladatokat, mert magától ezek a feladatok nem múlnak el, de várjuk már ezt a munkát, hiszen azt jelenti, hogy beindul az élet, pörögni fog a megyei közgyűlés munkája is, a héten bizottságülések lesznek, és én azt gondolom, hogy most egy olyan időszak elé nézünk, hogy akár sűrűbben is kell leülni tárgyalni ezekről a feladatokról, hiszen vannak a közgyűlés napirendjén olyan feladatok is, hogy 20-25 évvel ezelőtti pályázatok utóellenőrzését is nekünk kell megtenni, hogy hogyan valósult meg, hogy számoltak el vele, hogy működtetik. Tehát nem csak a jövőre kell gondolni, hanem a múlttal is kell foglalkoznunk, azokkal is, hogy megvannak a milyen tapasztalatok, és hogy végezték ezelőtt a munkát. Én azt gondolom, hogy nagyon színes és nagyon érdekes lesz a következő közgyűlés munkája.
Önnek a nyara is nagyon sűrű és érdekes volt, számos rendezvényen, számos átadón fordult meg. Melyek voltak a legemlékezetesebbek, vagy talán a legfontosabbak? Hát olyan volt a nyár, hogy szinte nem is emlékszem, hogy volt nyár. Tudom, hogy volt néhány nagyon meleg nap, de tényleg munkával telt ez a nyár, és én az egyik legemlékezetesebb dolgot most Asztanában, Kazasztán fővárosában világkiállítást tartottak, és felkértek bennünket, hogy szeretnének Kun napot tartani, és Jász-Nagykun Szolnok megyének a Magyar Héten való bemutatását. És hát rám bízták, vagy rám is rám bízták az, hogy milyen programok kerüljenek, a Jászság Néptánc Együttes, a Kisújszállási Nagykun Tánc Együttes, vittünk kevipercet, a Szolnok megyei helikopterbázis, Szolnoki helikopterbázis légierő zenekara vesz részt, huszárok, kunkapitányok, és egy olyan fergeteges műsort tudtunk bemutatni Kazasztánban Jász-Nagykun Szolnok megyéről és Magyarországról, ami lenyűgözte nem csak a helyieket, nem csak a kazakokat, hanem a világ 130 országában voltak kiállítók, azokat is. És hát a magyar pavilon díjazták a pavilonokat is, a bemutatkozásokat, és a magyar pavilon Svájc után a második helyezést érte el, tehát nagy sikere volt Jász-Nagykun Szolnok megyének is, a kultúrának, a bemutatkozásnak, a történelemnek, ez egy nagyon fontos ilyen lépés volt, és egyébként emellett rengeteg program volt itt nyáron, munkával telt főleg az egész nyár, de ez egy különleges, és nemzetközi szinten is egy különleges dolog volt, ami a szívemhez közel állt, hiszen a világnak meg tudtuk mutatni azt, hogy itt Jász-Nagykun Szolnok megyében különlegesek vagyunk, nagyon komoly történelmi és kulturális értékeink vannak. Sándor, akkor további jó munkát kívánunk Önnek, és még egyszer köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Reméljük, hogy idén még azért itt a kaotikus állapotok közepette fogunk még azért találkozni. Én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és én mindig szívesen jövök mezőtúra, mert én gyermekkoromban a megyei edzőtáborok mindig itt voltak mezőtúron, és nekem nagyon szép, kellemes emlékeim fűződnek ez a városhoz. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, a túri objektívet látták, a műsort pedig az interneten is megtalálják. Viszontlátásra!